Jó napot kívánok! Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Fenntartható Fejlődés Bizottsága képviseletében. Tisztelt konferencia! Amikor éppen válság után vagyunk, azt gondoljuk, hogy újabb válság már nem fordulhat elő. Nyilván azért került kérdőjel a cím után, mert a konferencia szervezői reménykednek az újabb válság elkerülhetőségében. Azonban tudjuk, hogy a kérdőjel megkérdőjelezhető, hiszen az IMF szerint 1970 és 2010 között 145 bankválság, 208 pénzügyi összeomlás, 72 államadósságválság, összességében 425 rendszerszintű válság volt a világon, vagyis évente átlagosan legalább 10. A nagy látványos válságok azonban nem ilyen gyakoriak. Kondratyev szerint a róla elnevezett ciklus körülbelül 50 éves időszakonként ismétlődik, hajtóerője az új találmányok, gőzgép, vasút, elektromosság, olaj, autógyártás, informatika, lézertechnika bevezetése, elterjedése, majd kifutása. Ugyanakkor a pénzügyi megközelítés szerint a pénzmennyiség növelése és csökkenése okozza a gazdasági fellendüléseket és a recessziókat. A válságkezelések ez utóbbit részesítik előnybe. A gazdasági válságra adott válaszok ezért többé-kevésbé egységesek abban, hogy a talprálás titka a fogyasztás növekedésének serkentésében rejlik, abból a célból, hogy a gazdaság ismét növekedésnek induljon. Az eltérések nagyjából arra korlátozódnak csak, hogy ezt miként lehet elérni. Jellemzően az a válasz, hogy a közkiadások növelését és az adócsökkentések egyfajta keverékét kell használni a fogyasztás ösztönzésére. A gazdaság helyreállítására pedig befektetésekre, hitelre van szükség, amiért is az államok közpénzeket fordítanak a banki szektor megszilárdítására. Mint ismeretes, ezek a mentőcsomagok 2008-ban majdnem elérték a világgazdaság össztermékének 5%-át. Ha kétféle megközelítést vesszük alapul, akkor nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz a következő válság. Ugyanis, ha a folyamat a technológiai újítások igazgatják, akkor még egy jó ideig elkerül bennünket a válság, mert éppen a robotika kezdetét éljük. Ám ha a globális pénzügyi helyzetet vesszük alapul, akkor kezdhetünk idegeskedni. Várhatóan 2020-ra egyes prognózisok szerint a feltörekvő gazdaságok saját pénzügyi piacainak a bővülése miatt a teljes pénzügyi eszközállomány 10-szer lesz nagyobb a gazdasági kibocsátásnál. Vajon mit jelent ez a jövő befektetői számára? A magas pénzügyi állomány kockázatos befektetésekre kényszerítik a tulajdonosokat, hiszen valószínűsíthető, hogy a keresleten felüli beruházásokba is kénytelenek befektetni pénzük elhelyezése érdekében. A kockázati prémiumok így emelkedhetnek, a befektetőknek pedig felül kell bírálniuk a várakozásaikat. A pénz túlkínálat megnöveli a buborék kockázatot, az inflációs nyomást. Még nagyobb erővel kell majd a feltörekvő piacok irányába fordulni, amely azonban növeli a kockázatokat, többek között a politikai bizonytalanságok, az alacsony megbízhatóság és likviditás miatt is. A pénzszemléleti megközelítéseknek a fentieken túl vannak olyan változatai, amelyek magát a pénzintézményrendszerét teszik felelőssé a fenntarthatatlan világé. Újabban azonban egyre többen kritizálják a kereskedelmi bankok pénzteremtési tevékenységét. Az igazság a bankról IMF tanulmány hasonló kérdéseket feszeget. Összefoglalva a tanulmány megállapításait, a bankok nem megtakarításokat, betéteket gyűjtenek és helyeznek ki a hitelfelvevőknek, hanem a semmiből teremtenek pénzt, amikor hitelt nyújtanak. A modern pénz banki adóssággal jön létre, nem pénz, hanem a semmiből létrehozott hitelpénz kering a gazdaságban. Azóta, hogy a 2008-as világgazdasági válság első jelei mutatkoztak, a világ adósságállománya 40%-kal nőtt. A válság után a magánadósságok csökkentek, míg az államadósságok nőttek. Különösen aggasztó a szerényebb jövedelmi országoknak az adóssága, amely az utóbbi években 10 százalékpontot növekedett átlagosan.
Az adósságválságba kerülő államoknak nem állnak rendelkezésre általánosan elfogadott sztenderdek a helyzet kezelésére, kiszolgáltatottá válnak hitelezőiknek. Éppen ezért szükség lenne egy méltányos és igazságos adósságkezelést biztosító nemzetközi intézményre. Azt tudjuk, hogy az adósságszolgálat komoly terheket ró az egész társadalomra, amiből az következik, hogy az állam a növekedésben érdekelt. Az adósságszolgálat ezért háttérbe szorítja azokat a közügyeket, amelyek közvetve kapcsolódnak a növekedéshez, mint amilyen a társadalom jól léte, vagy a környezet jó minősége, illetve előtérbe helyezik azokat, amelyek közpénzen biztosítják a magántőke gyarapodásának a feltételeit, mint például az infrastruktúrák kiépítését. Sokan abban reménykednek, hogy gondosan irányítva ezeket a befektetéseket az energiabiztonságba, az alacsony széndioxid kibocsátással járó infrastruktúrába, valamint a természet és környezetvédelemre majd több hasznot könyvelhetünk el egyszerre. Viszont akik ebben reménykednek, azoknak is számolni kell azzal, hogy ezek a befektetések a fogyasztás növekedését segítik elő, és elkerülhetetlen, hogy a növekvő fogyasztás ne járjon a környezet terhelésének abszolút értelmű növekedésével. Minden előzetes várakozással szemben mára bebizonyosodott, hogy a gazdasági növekedés abszolút értelemben nem elválasztható a környezeti terheléstől. Összességében a globális anyagfelhasználás 40 év alatt megháromszorozódott, 2017-ben elérte a fejenkénti 12 tonnát, miközben átlagosan 4 tonnát használhatnánk, és várhatóan ez a 12 tonna 2050-re megkétszereződik. Látnunk kell, tudatában kell annak lenni, hogy bolygónk még a jelenlegi terhelés sem tudja változtatások nélkül tolerálni. 20 ezer tudós állítja, hogy a bioszféra az összeomlás határán van, az éghajlatváltozás napi kihívássá vált, és a fajok kihalásának hatodik hulláma köszöntött be. És ezt meg sem halljuk. Akármelyik javaslatsort is vesszük alapul a válságokkal kapcsolatban, abban mindig biztosak lehetünk, hogy az ökológiai megfontolások szóba sem jönnek. Az már egyáltalán nem számít, hogy az újfajta technikák vagy a válság leküzdése érdekében kibocsátott gazdaságélintő hitelek hogyan gyorsítják fel a természeti erőforrások felhasználását és végső felélését. Egy biztos, paradigmaváltásra van szükség. Ebbe beletartozik a pénzügyi rendszer reformja, kezdve a kereskedelmi bankok pénzteremtési jogának korlátozásától vagy teljes megszüntetésétől, a pénzügyi szektor felett a demokratikus kontroll növelésén keresztül az adóparadicsomok felszámolásáig. De az a globális gazdasági modell sem tartható fenn, amely a tőke elől minden akadályt lebont. Én abban is biztos vagyok, hogy itthon Magyarországon is felül kell vizsgálni az elmúlt 28 év gazdaságpolitikáját. A magyar gazdaságpolitika sem fenntartható. Egy nagyobb gazdasági válság a 2008. événél sokkal nagyobb sebet fog ütni a magyar társadalmon, a magyar embereken. Tisztelt konferencia! A kérdések világosak, a válaszok kaotikusak. Abban a reményben nyitom meg a konferenciát, hogy fontos lépést teszünk egy párbeszéd elindításáért, amely lassan elvezethet az ellentmondásos megközelítések és törekvések feloldásához. Jó munkát kívánok magunknak! Köszönöm a figyelmet!